Tanítványság a téma a mai, vagy ezen a héten, öt alkalommal is. Csak van egy veszély, amikor tanítványságról beszélünk, és a veszély az az, hogy ezt feladatnak fogjuk föl. Ezért úgy gondoltam, hogy először egy kicsit a szélesebb keretről kellene beszélni. Lehet ezt összehasonlítani azzal, amikor mondjuk egy cégnél dolgozunk, és vannak negyedéves és féléves célok, ugye vannak éves célok is, de még az éves cél sem a cég igazi célja, végső célja. Ugye? A cég célja az, hogy fönnmaradjon, vagy hogy mindenki minden héten vegye meg azt a hamburgert, amit ők állítanak elő. Egy szociális cégnek az lehet a célja, hogy minél több embernek legyen munkahelye, mondjuk nálunk Tolnamegyében. Az egy önálló célként jelenik meg már most, hogy ott helyben maradjanak az emberek, és ne költözönek el, akár Pestre, akár külföldre. De az iskolában is ez van, hogy ugye nem a következő ZH a cél, és nem a következő bizonyítvány a cél a nevelésnek, a neveltetésnek, a tanulásnak és a tanítatásnak az a célja, hogy az ember helyt tudjon állni majd az életben. Ugye, tehát mindig vannak ilyen közeli célok, és vannak távolabbi célok, és ha minden igaz, akkor minden dolognak van egy, vagy talán több is, végcélja. És arról kellene ma egy kicsit beszélnünk. Mert amikor presbiter képzésen, vagy akármelyik más képzésen azt a kérdést teszem föl, hogy mire való az egyház, akkor hát 10-ből 9 esetben valaki azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye? Hát ha az a kérdés, akkor ugye az olyan válasz, amely azért elég sokszor hangzik el, gondolom minden keresztelésnél elhangzik ez újra meg újra, amikor a szereztetési igéit mondja a lelkész, az benne van a fülünkben. Mire való az egyház? Hát, hogy tanítványokká tegyük az embereket, és akkor ugye a B kérdés mindig az, vagy a következő kérdés mindig az, jó, ez így igaz, de miért kell minden embert az Úr Jézus tanítványává tenni? Ugye? És abból derülne ki a végcél. Ha meglátjuk a végcélt, akkor meg fogjuk látni azt is, hogy az a tanítványjá tétel, az nem egy részfeladat, az nem olyan dolog, amit hát 2 éven keresztül csinálunk, utána kapunk egy bizonyítványt, hogy most már nem csak gyülekezeti tag vagyok, és nem csak hívő, de most már tanítvány is vagyok, okleveles tanítvány, okai képzésen vettem részt, és most már velem minden rendben van. Ha látjuk a végcélt, akkor értjük azt is, hogy 1. mit jelent az, hogy valaki tanítvány? 2. hogyan kell a gyülekezeti életet úgy alakítani, hogy az ember tanítványként élje a hívő életét? És 3. ugye talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi mindennel jár a tanítványi élet? Az, hogy működik belülről? Ezért gondoltam, hogy most először a végcélről fogunk beszélni, és ez a végcél igazából egy bibliai állandó. Még talán tudni kell rólam, hogy én fizikus vagyok, mérnök. A Hollandiában műszaki egyetemet végeztem el, utána misszionárius képzést is a feleségemmel együtt Angliában, de nem vagyok lelkész, én fizikus vagyok, mérnök, és hát ki tudja, hogy a fizikában vannak állandók. Olyan dolgok, legalább állítják, hogy vannak olyan dolgok, amelyek soha az életben nem változnak. Meg ki tud egy fizikai állandót, gyerekek közül? Reynolds szám, az egy nagyon bonyolult, mert összetett, ugye? Hát a legegyszerűbb fénysebesség, tényleg, erre senki se gondol. Fénysebesség, hát ha valami állandó, akkor az ez. Legalább Einstein óta mindenki azt állítja, hogy tényleg igaz-e, egy kicsit nehéz ezt bebizonyítani, mert ugye nem tudunk az összes időben, az összes helyen megmérni a fénysebességet, de ha minden elmélet, amit eddig felállítottunk stimmel, akkor a végén az jön ki, hogy a fénysebesség egy fizikai állandó lenne. És teljesen mindegy, hogy
a fény kérdését, melyik oldalról közelítsük meg, a végén valahol ezt az állandót biztos, hogy meg fogjuk találni. Nos, a Bibliában is vannak ilyen állandók, hogy teljesen mindegy, hogy melyik kérdést veszük éppen elő, vagy egy adott kérdést milyen oldalról közelítjük meg, ezeket az állandókat vissza és vissza fogjuk találni. Ezért gondoltam úgy, hogy néhány helyen a Bibliában, néhány helyen nézzük meg ezt az állandót, és akkor a végén remélem majd összeáll a kép a fejünkben. Péter első leveléből szeretnék néhány verst felolvasni. Péter első levele a második fejezet második versétől, olvasom Isten igéjét, a tizedik versig. Péter első levele, második rész, a második verstől, ahol Péter egy felszólítást mond elsősorban, de utána még nagyon érdekes dolgokat mond. Pont. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek, drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Eddig Péter első levele. Ugye Péter bátorítást ad bizonyos hívőknek, és látjuk, hogy a növekedésről beszél, a lelki növekedésről ír Péter, fontos dolgokat akar erről mondani, és ezt két dologgal alátámasztja. Egyrészt beszél arról, hogy kicsoda az Úr Jézus, hogy ebben a kontextusban mit kell mindenképpen tudni az Úr Jézusról, hogy ő egy drága kő, aki egyrészt sarokkő is, de másrészt vannak, akiknek megütközés köve. Utána Péter arról beszél, hogy mi a gyülekezet, hogy kik vagyunk mi, mint Krisztus követők, mint Krisztus hívők. Ugye a 9.-10. versben nagyon érdekes dolgokat mond Péter, amikor felsorol több címet is, amit ugye akár a falra ki lehetne írni, hogy kik vagyunk mi. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ugye az utolsó kettő, ezek idézetek olyan proféciákból, amelyek a 10 törzshez szóltak. Ehhez egy kicsit ugye ismerni kell a hátteret. Dávid király után ugye Salamon lett a király, Salamon halála után ketté szakadt az Izrael népe, délen, Jeruzsálem környékén ott maradt a két törzs, ott Dávid házából mindig volt a király, és a 10 törzs nem akart Dávid házának engedelmeskedni, hanem egy másik királyuk lett, aztán állandóan más és más király lett ott az uralkodó, más szentét építettek, más isteneket követtek,
a Biblia Istene mellett. Nem is annyira helyette, hanem inkább mellette, hogy hát volt ilyen is, meg volt olyan is. És Isten egymás után küldte a prófétákat, hogy felhívja Izrael 10 törzsének a figyelmét arra, hogy ebből baj lesz. Hogyha nem térnek vissza a helyes útra, akkor Isten valamikor azt fogja mondani, hogy vége. És nagyon kemény dolgokat mondanak ezek a proféták, például azt is, hogy Isten népének azt mondja, Isten nevében, hogy ti már nem az én népem vagytok. Nektek többé nincs irgalom. Utána jön a fogság. És elhurcolják a 10 törzset. És amikor lehetőség adódott arra, hogy a zsidók visszatérjenek a Szentföldre, a 10 törzsből, abból, hát amennyire tudjuk, igazából nem is élt senki. Hogy ott maradtak, ugye el voltak. Hogy zsidók is, volt más vallás is, ott is érdekes történetek voltak, meg a varázslászos is értettek, ezek a babilóniak, nagyon érdekes volt, de valamikor, ilyen másfél-két évszázaddal az Úr Jézus születése előtt, elküldték ezeket a zsidókat a mostani Észak-Törökországba. És nekem van olyan gyanúm, hogy Péter ezt a levelet olyan emberekhez írta, akik zsidó származással rendelkeztek, azért lehet, hogy ott voltak a pünkös napján, amikor Isten kitöltette a Szent Lelket, ott megtértek, visszamentek, de ugye nem volt igazából egy adott nagy gyülekezet, hanem így szórványosan éltek a zsidóból lett keresztjének, és Péter most biztatja őket, hogy egyrészt most már jó úton vannak, és előhozza ezeket a régi proféciákat, de megfordítja őket. Mert Isten megígérte, hogy ez nem végleges állapot. Amikor a saját népének azt mondja, hogy ti nem vagytok az én népem, és nektek többé nem lesz irgalom, valamikor Isten ezt vissza fogja csinálni, meg fogja változtatni. Ott a 10. versben Péter ezeket a dolgokat mondja. Most már újra Isten népe vagytok. Mert nektek volt irgalom. De mondja azt is, ugye, fölolvastam. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. És most, hogy hallottuk, hogy a 10. versben Péter az Ószövetséget idézi, akkor lehet, hogy már gyanús nekünk ez a helyzet, hogy hát akkor lehet, hogy a 9. versben is Péter így sorba idézi az Ószövetséget. Tehát vajon az újszövetségi hívőkről olyan dolgokat mond, amelyek már az Ószövetségben is benne voltak? Hogy a 10. versben igaz? Az. Hogy olyan emberekről szólt az a negatív profécia, akik be se tartották Isten törvényét, de ha visszatalálnak az Istenhez, sőt, ha megtalálják a Mesiást, akkor van irgalom. És akkor visszaépülhetnek az Isten népébe. Hát akkor nézzük meg, hogy amiről Péter ír ebben a 9. versben, az valóban szerepel az Ószövetségben, és pedig Mózes 2. könyvének 19. versében. 2. Mózes 19, ugye? 20. versben ott van a 10 parancsolat. 2. Mózes 20. Ott van a 10 parancsolat, 2. alkalommal 5. Mózes 5. Ugye ez nem olyan bonyolult, ezt meg tudjuk, vagy erre tudunk emlékezni. Az 5. Mózes 19-ben az van leírva, hogy Isten mit ajánl azoknak az embereknek, akiket kihozott Egyiptomból, milyen szövetséget kínál nekik. És ha ott megnézzük az első néhány verset, akkor viszont fogjuk hallani ezeket a dolgokat, amelyeket Péter mondott. A 3. hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak.
Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. És Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Na hallottátok, hogy itt ugyanazok a dolgok jönnek elő? Hogy Isten azt mondja, hogy az én tulajdonom lesztek minden nép közül. Tehát Isten tulajdonba vett népe. Hogy az volt a javaslat. Papok királysága. Péter másképp mondja, de lehet, hogy ez azért van, mert görögül van írva az a levél, hogy papi királyság, itt meg hébről az van írva, hogy papok királysága, de ugye a lényeg az ugyanaz. Hogy olyan társadalomról van szó, amelynek az élén egy darab király áll, hát az egyik az Isten lenne, és ez a társadalom, az milyen? Az olyan szent, hogy akárkiről azt lehetne mondani, hogy az egy pap. Az olyan ember, aki közvetlenül megjelenhet az Isten színe előtt, aki a nép dolgait Isten színe elő viheti, vagy Isten dolgait a nép elé viheti. Papok királyság. Ez volt a javaslat. Isten részéről. A tulajdon népem. Papok királysága és szent nép lesztek. Mózes lejön a hegyre, elmondja, hogy mi az Isten javaslata. Mindenki örül. Persze. Hát akkor Isten mondja, mit kell csinálni, csináljuk. És utána ugye a 20. fejezetben Isten először a 10 parancsolatot mondja, utána még fölhívja magához ugye Mózes, mert még van több is, és Isten beszél a hegyen Mózessel. És 40 nappal később, ugye kivonulás, ugyanaz a nap, mint amikor az Úr Jézus a páskát tette, 50 nappal később, szövetségkötés, az ugyanaz a nap, mint a pünkösd, aztán 40 nappal később, miután Isten megadta a törvényt, mi történik? Tudja valaki? Szabad visszabeszélni. Elindultak tovább. Még nem teljesen? Aranyborjú! Aztán. Ez most volt vasárnap. Én mindig betartom ezt, hogy 40 nappal, tehát 6 héttel a pünkösd után mindig beszélek az aranyborjúról. Ez most volt vasárnap, a zsidó naptár szerint is. Mózes fönn a hegyen, Isten elmondja, hogy mit kell még csinálni. Ugye, pünköskor még azt ígérte, hogy mindent csinálok, amit Isten mond. Hát persze, hogy mondja. Hát jó, akkor mondja. Ne legyen más Isten, ne csináljatok szobrot, és a többit. 40 nappal később már építenek szobrot. És azt mondják, hogy ez a mi Istenünk. Az a szobor, amit most csináltunk a saját aranyunkból, amit egyébként megkaptunk az egyiptomi szomszédoktól, mert Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy megkapjuk ezt az aranyat, ebből az aranyból csinálunk egy aranyborjút, egyiptomi aranyból, és ez a mi Istenünk. Az hozott ki bennünket Egyiptomból. 40 nappal később. Mondom, ez most volt vasárnap. Nem döbbenet? Még nem is indultak tovább. Ott vannak még mindig, ott van az a hegy, milámlik, lehet hallani, hogy Isten ott még beszél a Mózesre, lehet, hogy olyan hangja volt, mint tegnap a mennydörgés, vagy még lehet, hogy még hangosabb is volt, tehát nem valami trükk. Nem úgy volt, hogy hát eltűnt Mózes, hát ott van, tehát lehetett volna látni, csak már 40 nap alatt megszokták, hogy hát vannak ilyen jelenségek, ott fönn a hegyen, hát ez van.
Na, hogy Mózesen mi történt? Nem tudjuk. Hát akkor csináljunk szobrot, utána menjünk tovább. Nem mentek tovább. Mert lejött Mózes. És összetörte ugye a két kőtáblát. Ha ez házi feladat lesz, de lehet, hogy délután nem lesz idő, de ha egy kicsit tovább olvasunk, 21., 22., 23. versben, akkor rájövünk arra, hogy Isten hogyan képzelte el azt a papok királyságát. Ugye az volt az eredeti elképzelés, hogy minden családból a legidősebb fiú szolgálni fog a Szent Sátornál. Tehát minden családban lesz olyan ember, akinek szabad bejárása van a Szent Sátorba, sőt, a Szent helyben. Az aranyborjú után ugye Isten ezt másképp csinálja. Hogy többé nem. Lesz egy külön papság. Abból a törzsből, akik nem vettek részt az aranyborjúnak a dicséretében. Abból lesznek a léviták is, ugye? Ők fognak szolgálni. Tehát Isten népe valahogy távolabb kerül a céltól. Most nem úgy papok királysága, hogy minden családban van olyan ember, aki pontosan tudja az előírásokat, aki pontosan tudja, hogy Isten mit kér az embertől. Most már külön kaszt, papi kaszt van. És tőlük kell tanácsot kérni, vagy rajtuk keresztül lehet csak áldozatokat bemutatni. Viszont Isten még kegyelmet ad az ő népének. Ugye Mózes közbejár, 40 napig imádkozik, aztán lejön a hegyről, elmagyarázza, hogy lesz kegyelem, fölmegy újra, és Isten újra 40 napig beszél Mózessel, és akkor derül ki, hogy Isten népének továbbra is mit kell csinálnia. És akkor itt újra felmerül a kérdés, hogy Isten ószövetségi népének miért kellett betartania a törvényt? És 5 Mózes 4-ben megtaláljuk a választ. Ugye? Bibliai állandókról beszélünk, tehát kicsit lapozgattunk így a Bibliában. 5 Mózes 4 az 5. verstől elmondja Isten, a Mózes mondja természetesen, ugye? 5 Mózes, nagy beszéde, búcsú beszéde. Mózes elmondja, hogy mire jó a törvény. Hogy amikor Isten népe betartja Isten szavait, akkor annak mi lesz a következménye? 5 Mózes 4, 5. verstől. Íme, mondja Mózes, én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd. Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk az Úr? Valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen ez az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Őriskedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben, ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is, azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Horeben, ahol ezt mondta nekem az Úr, gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre a fiaikat is. Mi az első érv, hogy Isten népe miért tartja be Isten szavait, az az, mert Isten erre hívott el bennünket. A másik az, ami itt jön elő, hogy amikor mások látják,
hogy hogyan élnek azok az emberek, akik Isten rendelkezéseire hallgatnak. Akkor mit fognak mondani? Hogy ezek bölcs és értelmes emberek. Magyarul, ezek az emberek tudják, hogyan működik az élet. A bölcsesség és az értelem a Bibliában nem azt jelenti, hogy mindent tudok a fizikáról, hogy azt is tudom, hogy milyen a Reynolds szám, vagy vannak még bonyolultabb számokat is, de akkor ugye sok mindent kellene a folyadékokról tudni. Ez most nem az a lényeg a Bibliában. A bölcs és az értelmes az 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 ember, aki tudja, a mindennapi gyakorlatban tudja, hogyan működik az élet. Hogy adott helyzetben mit kér és mit vár tőlem az Isten. Hogy azt tudjam megtenni, mert akkor fog engem megáldani, és ha áldott vagyok, akkor leszek boldog. De nem csak én, mert Isten áldása olyan, hogy mindig nagyobb, mint amire nekem szükségem lenne. Ha én kapok egy áldást, mert azt teszem, amit Isten kér, akkor ezt meg fogja tapasztalni a feleségem, férjem is, a gyerekem, a szomszédom, lehet, hogy a kutyám is, a tyúkom is. Mert megváltozik körülöttem a légkör. Megváltozik minden körülöttem, mert tudom, én nem csak egyszer, és nem csak kétszer egy napon, de állandóan tudom, hogy egy adott helyzetben mi a helyes, hogyan működik az élet. Nem csak kitalálok valamit, mint hogy azt is lehetne kitalálni, hogy hát most annyira kímélem a környezetet, hogy tejet tankolok az autómba, nekem is jó, nekem is ízlek, az autómnak is lesz jó. Hát akkor így gondoltam volna, akkor lehet, hogy még bonyhádot sem értem volna el ma reggel, de biztos, hogy ideig nem jöttem volna el. Mert lehetnek ötleteim, de ahhoz, hogy menjen az autó, nekem tudnom kell, hogy működik. És ha úgy használom, akkor minden rendben. Ha nem úgy használom, akkor tönkre fog menni. Bár lehet, hogy tök jó ötlet tejet tankolni az autóba, próbáljátok ki, de én nem. Ugye erről van itt szó. Ez azt jelenti, amiről már Mózes is beszél, óriási kontraszt van a között, hogyha egy közösség Isten útmutatásra figyel, ahhoz a közösséghez képest, ahol nem foglalkoznak Istennel. És persze ezen nem nagyon csodálkozunk, mert úgy kezdődött az egész történet, nem? Egy Mózes egy. Ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Úgy kezdődik a történet. Isten létrehozza az egész világot, utána meg azt a lényt, aki az ő nevében dolgozik ezen a földön. Ugye az uralkodás szó itt, ez a munkaszava. De itt nem a parancsolgatásra kell gondolni, mert ugye itt állatokon kell uralkodni, és nem csodálkozunk rajta, hogy az uralkodás az nem ugyanaz, mint a parancsolgatás, ha tudjuk azt, hogy a Bibliában a jó király ugye a jó pásztor. Aki a bárányokhoz ért, az majd ért az emberekhez is. És lehet parancsolgatni a báránynak, de csak egy darabig. Átjogatni is kell, ápolgatni is kell. És lehet, hogy durva szóval nem is lehet a helyes útra téríteni, hanem másképp kell csinálni. Ugye Mózes is kapott kiképzést, 40 évig bárányok között volt, meg juhok között volt, aztán annyira ért a birkához, hogy már szabad volt neki Isten népét is vezetni. Mit akar itt az Isten? Ugye a 6. nap végén kész a teremtés. Nem lesz új. Viszont még vannak benne titkok. Még lehet a teremtett világot kifejteni. Erre való az ember.
hogy mindent kihozzon a teremtésből, amit Isten oda beleteremtett. Ezért mondja Isten nekik, hogy ugye több legyen, Isten annyira szeret bennünket, hogy még többeket szeretne belőlünk látni. Ezért mondja Isten azt, hogy uralkodjunk, ezért mondja Isten, hogy töltsük be a földet, és hódítsuk meg, hogy abban minden benne van. A társadalmi élet minden mozanata ebben a parancsban benne van. Isten áldásával kezdődik az egész, aztán ahogy szaporodik a család, azt valahogy ugye irányítani is kell, nevelni kell a gyerekeket, tanítani kell a gyerekeket, tehát az iskolától kezdve ugye minden benne van, amit ki tudunk találni egy társadalomban, aztán ott a munka, hát ha meg kell hódítani a földet, azt is kell tudni, hogy mi van benne, hogy ez mire lehet használni, töm-töröm-töröm. Na végig gondoljuk, itt van az egész élet, néhány mondatban összefoglalva. És sok minden szabad, ebben a helyzetben egy dolog nem, szabad az embernek Istentől függetlenül eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen. Ugye ezért volt ez az, hogy ott az az egy darab fa. Isten fája. Ő teremtette, ő tudja, hogyan működik. Bevonja az embert az ő munkájába, a teremtési munkának a folytatásába, úgymond, már nem lesz új, csak kibontakoztatás ez. És az embernek sok minden szabad, de egy dolog nem szabad. Istentől függetlenül eldönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mert az egész az Istenné. Ezért van ott ez az egy darab fa. Egy olyan jel, ami állandóan szem előtt van, amely jelzi, hogy azért van egy határ. Mindent szabad megkérdezni, de először kérdezzük meg. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a helyes, kérdezzük meg az Istentől. Ugye ezért volt ez, ott ez az egy darab fa. A bűnbeesés úgy be az történt, hogy az ember csak azt az egy dolgot nem akarta elfogadni. Persze a kígyó sugallatára, de az volt a nagy probléma. Hogy az ember Istentől függetlenül akarja eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen, ugye az életben! A paradicsomi helyzet az igazi élet. Így teremtette meg az Isten. Nem volt se halál, se betegség, se semmi, és volt egy teljesen világos jelzés, hogy amíg az ember Istenre hallgat, addig minden rendben is lesz. Aztán jött a kígyó. De az nem a mai napnak a története. Most ugye olyan világban élünk, amely pont a fordítottja a paradicsom kertjének. Hogy mindenben benne van a sátának, a halálnak a keze. Hogy mi az igazi élet, azt mi igazából nem is tudjuk, nem is tudhatjuk, mert mi soha nem láttunk tiszta életet. Mocskos életet láttunk, haldokló életet láttunk, kifacsart életet láttunk, és ha egy nem annyira kifacsart, mint a másiké, akkor azt gondoljuk, hogy mi már boldogok vagyunk. Amíg meg nem látjuk az Úr Jézusnak az életét. Amíg oda nem hallgatunk, hogy az Úr Jézus mit mond az életről, és kiderül, amikor őról hallgatunk, hogy az élet, az valami teljesen más, mint amire mi gondolunk. És az Úr Jézus elhív embereket magához, hogy megismerjék őt, aki nem más, mint az élet. És tanítja őket arra, hogy milyen az igazi élet. Ami itt, a feltámadás előtt még nem lesz tökéletes, nem lesz bűnmentes, nem lesz halálmentes, nem lesz szenvedésmentes, de valami ízelítőt lehet kapni. A feltámadás után beteljesül az, ugye azoknak az életében, akik az Úr Jézuséi. Amikor a Jelenések 22-ben János látja, azután megmutatta az Isten nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város fő útjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne,
Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké. Megint az az uralkodás a végén. Hallottátok? Az elején is volt az, a végén is az lesz. Ugye a szaporodás már nem lesz ott, akkor minden ember már megvan, akire Isten gondolt. Tehát szaporodás ott ma nem lesz, de ennivaló lesz, lesznek fák is, lesz egy folyó, sok minden lesz, és folytatódik a munka. Hogy milyen lesz, ezt nem tudjuk. Ugye édesapám rendőr volt, hát neki más munka fog jutni, mert rendőre ott már nem lesz szükség, mert ugye az a teljes élet, ahol nem, ahol nincs bűn, nincs vétek, nincs halál, orvosokra sem lesz szükség, de valami átképzést kapunk. Valami feladatot kapunk, fogunk ott még, mert ugye ez az igazi élet. Ahol Isten bevonja az embert a teremtett világnak a kibontakoztatásában. Valami folytatódik. János ennyit látott. Ugye ez a biztos pont. Isten életet akart. A bűnbeesés után ez tönkrement. A teremtett világ is tönkrement, de a gondolkodásunk sem működik. Nem tudunk gondolkodni sem. Annyira eltorzult a szívünk, a gondolkodásunk a bűnbeeséstől, hogy amit mi normálisnak gondolunk, az nem is az. Amit mi életnek gondolunk, az nem is az. Amíg az Isten ezt helyre nem rakja. És ugye az egyház éppen arra való, hogy megmutassa. Megmutassa az életet. És oda hívjuk be a többieket is. Mi már megtaláltuk a mesiást, mi már tapasztalunk valamit, valami előízelítőt kapunk az életből, mi közöttünk kezd ez működni, már közösen gyakoroljuk, gyere te is. És értsd meg, fogd föl, hogy amit te normálisnak gondolsz, az nem normális, és amit te életnek gondolsz, az nem is az. Majd elmagyarázunk, hogy hogy van ez, de az gyere. Megmutatom, megtapasztalhatod, elmagyarázom, a leglényegesebb, hogy ismerd meg az Úr Jézust. Ja, ezért van az egyház. És a tanítványá tétel az nem az, nem más, mint hogy mindenki ebben megtalálja a helyét. Ennyi volt a bevezetés, majd délután részletezzük.